A Dunakanyar kapujában, a fővárostól csak egy köpésre, a Pilis és a Duna hegy és síkvidék találkozásánál gyönyörű természeti környezetben található ez a kisváros. A településnek sajátos hangulata van, ami az elmúlt évszázadok folyamán alakult ki. A törökök kiűzése után a magyarok mellett szerbek, dalmátok, szlovákok, németek és görögök népesítették be a települést. Számos művészt vonz ide a nyugodt, de színes kisvárosi élet. Több mint 200 képző és iparművész, valamint író, költő, zeneművész és színészél is alkot itt a városban. Már talán ki is találták, ezen a héten Szentendrére kirándulunk. Szentendrét a múzeumok, galériák és kiállítások városának nevezni. Kulturális élete főleg kicsiny méretéhez képest elképesztően pezsgő. Szinte nem múlik el hónap egy-egy különleges megnyitó nélkül. A bőség zavarában igazán nehéz választani. Egy roppant érdekes, Szentendre története szempontjából is fontos kiállítás például a Czóbel Múzeum. Átfogó képet kapunk Czóbel életművéről, ami tulajdonképpen átfogja a 20. századot, és nagyon sok olyan stíluskorszakot is, ami a 20. századi magyar és egyetemes képzőművészetre jellemző. A pályafutását ő is, mint annyi korabeli magyar festő a század elején, 1903-ban Nagybányán kezdte a nagybányai művésztelepet, hiszen ekkor nem volt még más lehetősége a fiatal képzőművészeknek. Nem sokkal a Nagybányára érkezése után években eljutott Párizsba, ahol fiatal művészként természetesen azonnal kapcsolatba került a legmodernebb irányzatok képviselőivel, Matisse-szel és körével, így aztán az első FOV kiállítás kiállítói között ott találjuk Czóbel Béla nevét is. A teleket Párizsban töltötte, és a nyarakat pedig Magyarországon valamelyik művésztelepen. Egy érdekes történet Nagybányáról még Czóbellel kapcsolatosan, hogy megérkezvén 18 éves pesti úri fiúként Nagybányára borzasztóan zavarta egy időben az eleganciája. Tehát mindig vigyáznia kellett a ruhájára, és Tersánszki Józsi Jenő följegyezte róla, hogy egyszer megdühödött, összefogott egy ecsetet, olajfestéket és egy gyönyörű elegáns ruháját összepacsmagolta, és összefestékezte, hogy nesze neked elegancia, nem fogsz többet zavarni engem a festésben. 39-től kezdve él együtt Modok Máriával, ami annyit jelentett, hogy a Modok Mária műtermébe is be tudott költözni, és ezzel hivatalosan szentendrei művészé is vált. Ami erre az idős korszakra jellemző, az a színekből való építkezés. Tehát, mint a korábbi képein is, még sötét kontúrvonallal felrajzolja a motivumokat, amiket meg kíván festeni, de már nem tölti ki homogén színnel a felületet, hanem többféle színből, színfoltokból egymásra rétegezve a színfoltokat építi fel a képet, ezzel tulajdonképpen el is tünteti ezeket a vastag kontúrvonalakat, és bizony ezek a képek csak kellő perspektívából, kellő távolságból állnak össze, de akkor valami egészen csodálatos színharmóniák jelennek meg rajtuk. A római katolikus és protestáns egyházak mellett nagy hagyományai vannak Szentendrén a keleti kereszténységnek is. Elsősorban a történelem viharai nyomán betelepült szerb nemzeti kisebbségnek köszönhetően. Több évszázados jelenlétük mesés hagyományokkal, csodás kincsekkel gyarapította nem csak Szentendrét, de egy hazánk kulturális örökségét is. 1690 után, tehát a 18. században itt Szentendrén a szerbek 7 ortodox templomot emeltek. Magyarországon az ortodoxia, illetve a görögkeleti vallás, illetve másképpen a pravoszláv egyháznak a központja Szentendrén alakult ki. Ma is léteznek ezek a templomok, azonban 4 templom maradt a mai napig is ortodox templom.
a templomokban ikonosztázionok és más természetesen berendezési tárgyakat látunk, de talán a vendégek és a látogatók és természetesen a hívők számára is a legreprezentatívebb része a templom belsőnek az ikonosztázia. Az ortodox egyházak élén érsekek, illetve pátriárkák állnak. A nagy történelmi egyházak élén rendben pátriárkák állnak. Úgy szokták mondani, hogy a pátriárka első az egyenlők között. Tehát a Szent Szinódus a püspöki karból megválaszt egy pátriárkát, aki vezeti a szinódus az egyháznak az életét. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a pátriárka fölötte áll bizony az egyes püspökök, illetve püspökségek között. Tehát úgynevezett autokefál egyházakról beszélünk, az ortodox egyházak egymás között, meg a maga az egyházi szerkezeten belül sem hierarchikusan szerveződő struktúra. Az ikonosztázion másik elnevezése a képfal vagy ikonfal, tehát egy olyan építészeti megoldás, amely elválasztja az oltárt, az oltárteret, amelynek a közepén az oltárasztal található, a naosztól, illetve a főhajótól, ahol a hívők helyezkednek el. Az ikonosztázion két legfontosabb eleme a két trónus ikon, Isten szülő és Krisztus trónus ikonja. Minden más ikon változhat, illetve különböző ikonográfiai koncepció alapján épülnek ezek az ikonosztázionok. Szentendre nagyon értékes és nagyon jelentős ikonosztázionokkal dicsekedhet, európai viszonylatban is egyedülálló ikonosztázionokról van szó. Ezeken a szentendrei ikonosztázionokon találkozik a nyugati és a keleti stílus, keleti formanyelv. Szoktuk mondani, hogy ugye Európa két tüdővel lélegzik, ami a keresztény kultúrát illeti, a nyugati és a keleti kereszténységre gondolva. Itt Szentendrén egy különös értéket őrzünk, mert itt ez a két keresztény kultúra, egyházművészet találkozik, és ezt elsősorban a szentendrei ikonosztázionokon tudjuk nagyon szépen megismerni. Az ortodox székesegyház, más néven a Belgrád templom, a legékesebb szerb templom Szentendrén. A városban egyébként nagyon összetartó és eleven a szerb közösség. Szentendre egyben ortodox püspöki székhely is, és függetlenül lélekszámuktól a magyarországi szerbek kulturális és egyházi központja is egyben. A Ferenci Múzeum 1972 óta látható Szentendrén, a tanítóképző épületében. Ferenci Károly feleségével és az akkor már megszületett kis Ferenci Valérral 1889-ben költözött Szentendrére, és 1892-ig éltek itt. A festőművész a városban alkotott, és itt bontakozott ki első festői korszaka is. Itt születtek ikrei, Ferenci Béni és Ferenci Noémi. A tárla sajnos épp a szentendrei korszakból tartalmazza a legkevesebb anyagot. A gyűjtemény törzsét a ferenci nagybányai alkotói korszakából származó képek alkotják. Nem nagyon sokáig, egy bő másfél évig lehet még látni ezt a kiállítást. Ami egyébként 2009. szeptemberében megújult, ugyanis február végétől augusztus végéig itt egy nagyon reprezentatív kiállítást mutattunk be, a Lombard reneszánsz kiállítást, ami 56 eredeti reneszánsz festményt állított ki a Bergamói Akadémia Carrara gyűjteményéből, és hát ehhez a nagyon különleges kiállításhoz egy kicsit átalakítottuk a Ferenci Múzeumnak a régi épületszárnyát, reneszánsz festéshez hasonló falakat festettünk, reneszánsz szőnyeget tettünk le, és amikor ezt a kiállítást augusztus végén lebontottuk, a művészettörténész és az igazgatóság úgy döntött, hogy nem állítjuk vissza a hagyományos fehér falakat, hiszen a Ferenci Károly képek ebben a környezetben, ebben az enteriőrben ugyanolyan szépen mutatnak, mint a reneszánsz festmények.
A gyűjteménynek a törzsanyaga természetesen Ferenczi munkásságának legjelentősebb részéhez, a nagybányai korszakhoz kapcsolódik. A nagybányai főművek közül megemlíteném a gesztenyefákat, vagy a hazatérő favágókat, aminek egy változata a mi tulajdonunkban van, vagy a Patakpart című művet, amelyen ez a jellegzetes poszt impressionista nagybányai tájfestészet szinte minden sajátossága megjelenik. A gyűjtemény legnagyobb része Ferenczi Béni hagyaték. Ezt az anyagot közvetlenül Ferenczi Béni szobrászművész özvegyétől, Erzsébet asszonytól kapta a város. Csak ez a kollekció csaknem 2000 darabot számlál, kis plasztikát és nagyméretű bronzból, illetve fából készült szobrokat. Nagyon jelentős a Noémi anyag is, hiszen Noémi hagyatékával kapcsolatosan még mindig tudunk nagyon sok lappangó tárgyról. Noémi nagyon jól tudta értékesíteni a munkáit, úgyhogy számos munkája kiállításról került magángyűjteménybe, de például tudunk arról, hogy itt az itt kartonban kiállított Nővérek című képe a Victoria és Albert Múzeumban van Angliában. Tehát egy jelentős művészről van szó, akinek a felfedezése, az igazi felfedezése talán egy kicsit még mindig várat magára, hiszen nem csak a szövött kárpit műfajának a nagy megújítója, hanem generációkat nevelt fel az iparművészeti, majd a képzőművészeti főiskolán, mint a szövött kárpit tanára. A szentendreiek nem csak a képző, hanem a konyhaművészetben is otthon vannak. Ádám Csaba például nagymestere a főzésnek. Télen különösen oda kell figyelni a vitamin bevitelére, de a mesterszakács olyan étellel kedveskedett nekünk, ami rendkívül egészséges. Füstölt paprika salátát készített sóban érlelt harcsával és posírozott tojással. Télen az ember egy picit markánsabb ízekre vágyik, amit salátával is meg lehet oldani, ahogy a példa is mutatja. Sóban érlelt harcsa tulajdonképpen egy úgynevezett gravlaxban készül, ami jamaikai barna cukor és tengeri só, illetve különböző fűszerek, mint koriandermag, mustármag, köménymag, csillagánis keveréke, és ebben érlelődik a harcsa 2 napon keresztül, majd utána lemossuk róla, és így néz ki a lemosott formája, amit majd szeletelőgépen vékony csíkokra fogunk szeletelni, és a saláta tetejére tálaljuk. És akkor elkészítem a sült paprikát, amihez a paprikákat megsütjük. Egy sütőlemezre helyezem, és bekerülnek a sütőbe. Elkészültek a paprikák, belekerül a jeges vízbe. Egy néhány percet várunk, hogy lehűljön, és utána nekilátunk a hámozásnak. A paprikát azt azért pucoljuk meg, mert hogy a héja egyrészt emészthetetlen, másrészt meg a megpucolt paprikába sokkal jobban beleivódnak az ízek, a füst, a fűszerek, illetve a dresszing egyaránt. Amíg a paprika sül, addig Csaba elkészíti a dresszinget, amibe kell többek között egy kis serjecet, salottahagyma, csili tárkony és koriander is. Tehát rárakjuk a füstölő rácsára a paprikákat, és itt szeretném megemlíteni azt, hogy amennyiben háztartási körülmények között szeretnének csinálni ilyen ételt, akkor ezt nagyon egyszerűen megtehetik úgy, hogy nyílt lángon sütik meg a paprikát, elkészítjük a posírozott tojást, amiről azt kell tudni, hogy a nyers tojást ecetes vízben, illetve ecetes vízbe helyezett merőkanálba ütjük, és a savas közegben a tojás fehérje úgymond összerándult, majd szépen lassan lágyra főzzük a vízben, utána kivesszük, és ez kerül a saláta tetejére. Nem bigott vegetáriánusok is, akik mondjuk megeszik a halat, ők is egészen nyugodtan fogyaszthatják, és hát kalória szempontjából is teljesen kedvező, tehát fogyókúrához kitűnő.
Szentendrén rengeteg a kulturális és történelmi látnivaló. A település méretéhez képest a múzeumok és kiállítások száma többenetesen nagy. Így a képzőművészetek kedvelői körében különösen népszerű a város. Az utóbbi időben szerencsére egyre több művelt külföldi, elsősorban francia vendég is felkeresi, kifejezetten festészeti öröksége miatt. Az épp aktuális tárlatokért lapozza fel a heti programajánlót. Szinte minden hónapban találni valami csemegét, többek között meglátogathatja az ortodox keresztény kincseket őrző szerb egyházi múzeumot, a jelenleg egy állandó kiállítással is büszkelkedő Czóbel múzeumot, vagy a Baba múzeumot, ahol Marika néni kedvenc babáit mutatják be a nagy közönségnek. Mindezek mellett a város Dunaparti sétánya vagy belvárosa minden évszakban kitűnő terep egy kellemes délutáni sétához is. Szentendre Budapesttől északra alig fél órára található, könnyen megközelíthető kocsival, busszal vagy akár hévvel. Melyik megyében van Szentendre? Pest vagy Fejér? A helyes válasz kódját küldj SMS-ben a 1799-es számra. Játsszon velünk, mert nyerhet ezen a héten egy Vivamax ultrahangos párásítót a Vivadi Kft. A Vivamax termékek forgalmazójának felajánlásával. Yeah.